6 hetes felkészülés végéhez közeledik a Nyíregyháza Spartakusz. A hazai edzőmeccsek mellett a szlovéniai edzőtáborban 5-ször lépett pályára a csapat, az elmúlt hétvégén pedig 2 mérkőzésre hangolt a Nyitányra Szergely Pacay együttese. A Balmazújváros ellen 2-1-re, a Sényű ellen 6-0-ra nyert a Spari. A vezetőedző szerint ebben az időszakban nem az eredmény az elsődleges, de az mindenképpen biztató, hogy alakul a csapat, amelyhez 11 új játékos érkezett. Novák Csanád, Menceles Iván, Vas Patrik, Pócsik Botond, Sigér Ákos, Nemes Milán, Leba Tamás és Banyai Andrej mellett a saját nevelésű Stankó Dávid, Szűcs Dávid és Pataki Bence csatlakozott a felnőttekhez. Nagyon jó dolgoztunk, kemény munkát végeztünk most a Szlovéniában, és játszottunk is 5 edzőmeccseket, amit megterveztünk. Nem az volt a célom, hogy meg kell nyerni ezeket a meccseket, mert minden nap 2-3 edzés volt a csapatnak. A terhelés alatt voltunk, de nagyon jól játszottunk ott is. Tehát ott látszódott, hogy most egy kicsit formálódik a csapat. Úgyhogy nekünk nagyon hasznos volt ez a 10 nap, hogy együtt is voltunk a táborban. A szakember elmondása szerint minden meccsen a győzelem igényével lépnek pályára, aztán a bajnokság végén majd kiderül, hogy mire lesz elég a megszerzett pontszám. A télen érkező Paku Roland viszont egyértelműen a feljutást célozza meg. Az a célom mindenféleképpen, hogy idén bebizonyítsuk a Nyíregyházának, hogy megfelelő helyre kerüljön a bajnokság után, és ez pedig az NB1. Nagyon bizakodóak vagyunk, nyilván tudjuk, hogy vannak vetétások, a saját céljaim között pedig az szerepel, hogy minél jobban segítsem a csapatot, és remélhetőleg gólokkal tudjak én is hozzájárulni, mert az előző fél évben ez elmaradt. A Spari a következő 2 évben Balmazújvárosban játssza hazai meccseit. A vasárnapi Nyitányon a Dorogot fogadják Paku Rolandék. Az első meccs az mindig nehéz. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccset számítsunk, de én csak a saját csapatra bízok. Ezt a játékot, amit mi próbáljunk, hogy játszassunk, azt kell mutatni a pályán. Jön a Dorog, utána megyünk a Tiszakecskére, de azon most nem gondolkodjunk, most az első meccset nekünk mindenféleképpen, hogy ez igaz, hogy nem hazai pályán, de Balm az most nekünk ebben az évben lesz a Balm hazai pályán, úgyhogy nyerni akarunk, és minden megteszünk, hogy megnyerünk ezt a mérkőzést. Az NV2 nyitófordulójának további párosítása a következő, 3. kerületi tévéje Budafok, Csákvár DVTK, Békés Csaba Szeged, Győr Tiszakicske, Szolnok Szentlőrinc, Kecskemét Budaörs, Siófok Soroksár, Vasas Ajka és PMSC Szombathely.